Egy más világban ezt a videót most nem kéne megcsinálnunk, hiszen a Battlefield 2042 olyan állapotban jelent volna meg, ami egy tökéletes és méltó folytatása lenne a szériának. Ehhez képest a valóság viszont... Nem is célja ennek a videónak, hogy összeszedjük, mennyi minden ment félre. Tényleg tragikus a helyzet most a DICE házatáján olyannyira, hogy szinte alig játszanak az új Battlefield-del a játékosok, és már azon gondolkozik a fejlesztő stúdió, hogy free-to-play-jé teszik a játékot, alig hónapokkal a megjelenés után. De akkor ez azt jelenteni, hogy akik valami modernkori vagy legalább nagyszabású shooterrel akarnak játszani, azoknak esélyük sincsen? Korán sem. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead. Ma pedig az Unibet támogatásával olyan játékokat gyűjtöttünk össze nektek egy videóban, amik ki tudják tölteni azt az űrt, amit a Battlefield 2042 hagyott maga után. Egy kis kitételt azért tegyünk, hogy mik a szempontjaink. Nyilvánvalóan a Battlefieldről van szó, szóval az ég egyet a világon semmi értelme nem lenne olyan játékokat ajánlani, amik nem alapvetően FPS-ek, vagy legalább lövöldözős játékok külső nézetből. Így bár a World of Warships tényleg egy jó játék, és egy kicsit átadja a járműves ütközeteket, valójában nem egy igazi alternatívája a Battlefieldnek. Ezen felül nem akarok olyan játékokat sem idehozni, amik mondjuk túlságosan elrugaszkodnak a valóságtól, és egy olyan sci-fi környezetbe ültetik a játékmenetet, amik effektíve képességeket hoznak be, így nem játszik az Apex Legends, a Destiny, a Paladins, stb. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk teljesen a sci-fi környezettől el akarok rugaszkodni, hiszen vannak olyan játékok, amik bár egy fiktív idegen bolygón játszódnak, meg űrtechnológia, meg minden, de alapvetően ez csak egy skin egy modernkori háborún, és azok csak sima natúr fegyverek, amikkel harcolsz. A másik, amit ki akarok zárni, azok a játékok, amik eleve túl népszerűek, és fölösleges lenne felhozni őket. Így kimaradt például a Warzone vagy a Chego, de azért jegyezzük meg, hogyha ezek közül bármelyiket nem próbáltad volna, ajánlom őket, csak nem érzem azt, hogy szükségük lenne a népszerűsítésre. Ezen felül tényleg csak egy a lényeg, hogy ingyenes legyen FPS vagy TPS, és hát tudod, jó legyen és játszható, nem olyan, mint a Battlefield 2042. Az biztos, hogy lesznek meglepő elemek a listán, de tényleg ajánlom, hogy egy kicsit tágítsuk a perspektívákat és tegyünk próbákat. Na vágjunk is bele! Ha ingyenes FPS-eket keresünk, és mondjuk olyanokat szeretnénk felhozni, amik nem a standard, mindenki számára ismerős felhozatal, akkor bizony Ázsiában fogjuk megtalálni a számításunkat. Kezdetnek hozzuk is ide az Iron Sight-ot, a korai Vipro Games játékát. Gyakorlatilag itt inkább egy Call of Duty klónról van szó, semmint a Battlefieldről, viszont ez most nem annyira feltétele a listánknak. A játék ugyanúgy a loadout kifejezés használja arra, hogy összerakjunk egy egyéni felszerelést, amivel beugrunk a csatába, ahol ugyanúgy modern fegyverek közül válogathatunk, és ezt ugyanúgy kiegészítik speciális képességek. Na nem olyanok, mint mondjuk az Apexben, hanem mint a Call of Duty perk rendszere. Tehát egy kicsivel gyorsabb újratöltés, csendes léptek, csökkentett sebzés a gránátoktól, stb. A játékmódok között is széles a választék. Kapunk persze a megszokott TDM, CTF elemeket, de felmerül a taktikai lövölde is a szintén kódból kölcsönözött Search and Destroy keretein belül, de még egy full Battle Royale funkciót is megtalálunk. Van ezen kívül ranked játék is, ha valakit feltétlenül a kompetitív elemek vonzanak. Maga a gameplay feltűnően hasonlít a Call of Duty-ra, bár én úgy tapasztaltam, a fegyverek visszarúgása kicsit nagyobb, mint amit ott megszoktunk. Nagyon sok ingyenes lövölde szokta teljesen elfelejteni az ilyen jellegű visszarúgást, meg is lepett, hogy mennyit kell dolgoznom a pontos célzásért. Persze megtaláljuk a mikrotranszakciókat, chili-vili skineket, de azt gondolom, hogy ingyenes játékban ezeket el lehet nézni. Na és amikor azt mondtam, hogy lesznek meglepő elemek, és próbált kicsit tágítani a perspektívákat, akkor elsősorban erre gondoltam. Először még nem szeretném mondani, mi a furcsa ebben a játékban, hanem csak beteszünk ide egy kis gameplayt. Tehát, ez egy FPS játék, amit Phantom Forces-nak hívnak. Ha tudod, miről van szó, akkor biztosan sejted, melyik az az információ, amit nem árulok el róla. Ha nem ismered, akkor lehet, hogy furcsának hat benne néhány dolog, főleg a grafikája, de hidd el, nagyon élvezetes kis játék. Ami miatt nagyon ajánlom a Phantom Forces-t, az a gunplay. Egyszerűen hihetetlen jó érzés lőni a fegyverekkel, jól vannak optimalizálva, bizonyos esetekben jobban, mint a AAA játékokban. A játékmenet valahol a Battlefield és a Call of Duty között van, vannak különböző game módok, egy rakás map, elképesztően sok fegyver, tényleg akárhányszor olvasgattam erről a játékról, mindig nagyon lelkes, évek óta résztvevő játékosok véleményeit találtam, akik szerint rengeteg időt lehet beleölni ebbe a játékba. És tényleg én is, amikor kipróbáltam, akkor teljesen egy ilyen
nagyszabású csatatéren találtam magamat, ahol még az is meglepett, hogy van ez a baromi nagy map, és egyszer csak fölkelt a nap játék közben, és így teljesen megváltoztak a fényviszonyok, meg mit tudom én. Nem is tudom, mikor volt velem ilyen utoljára egy multiplayer FPS-ben. És hogy mi a furcsa benne? Az, hogy az egész a Robloxon belül van. Igen, jó hallottad, elképesztő, mire képesek a fejlesztők, akik valójában egy fejlesztő plusz modelleket készítő társai. A Robloxon belül. Már 1,2 milliárd megtekintésnél tart a játék, és van egy elég stabil, rendszeres játékos bázisa is. Ha tényleg fontos neked, hogy egy élvezetes FPS-t játsz, és nem a büdzsé mérete, meg a chilli-villi grafika a lényeg, akkor a Phantom Forces-t biztosan szeretni fogod, és tekintve, hogy ingyenes, tényleg csak ajánlani tudom, hogy legalább egy próbát tegyél vele. A Hi-Rez valószínűleg nem ismeretlen azok számára, akik ingyenes játékokban mozognak, hiszen ők felelnek a TPS MOBA Smite-ért és az Overwatch-szerű híró shooter Paladins-ért is, ezeket már említettük a karácsonyi ingyenes játékos videónkban. Most viszont a 2020-as Rogue Company-ukat akarjuk idehozni, mert ha shootert kerestek és mondjuk a látvány sem utolsó szempont, akkor ez is tetszeni fog. A Rogue Company valahol félúton van az arcade jellegű és a taktikai lövöldék között. Kicsit talán a Rainbow Six Siege lehet a legközelebbi hasonlat hozzá. Itt is operátoraink vannak, akiket játék közben szerzett pontokkal tudunk feloldani, és többnyire olyan játékmódokba ugorhatunk bele, ahol a halál valami végleges dolgot jelent. Van a klasszikus taktikai jellegű bombahatástalanítós módjuk is. A legérdekesebb egyedi játékmód a Strikeout, ahol egy központi control point irányításáért versengünk, úgy, hogy közben a csapat egy limitált számú újraéledéssel rendelkezik. Ha mi irányítjuk a pontot, az ellenfelünk respawnjait szép lassan elszívhatjuk. Az a csapat veszít, amelyiknek előbb elfogynak a respawnjai, és meghal az egész csapat értelemszerűen, és az egész meccs 3 győzelemig tart. Van egy buy rendszer is a játékban, ami bár a cségót idézi, valójában azért jóval megengedőbb. Nem arról van ugyanis szó, hogy minden körben meg kell vennünk a fegyvert, amivel megyünk, hanem inkább egyfajta unlock rendszer. A killekért és az objektív teljesítésekért kapunk pénzt, ebből pedig fejleszthetjük a fegyverünket, feloldhatunk gránátokat, valamint kisebb képességeket, mint például gyorsabb újratöltés, kevesebb sebzés gránátoktól, stb. Ezek a megvásárolt dolgok pedig a meccs végéig tartanak, ami ugye több körben áll. És igen, tudom, ha megkérdezed a játékos bázist, azt mondják, halott a játék, és a Hi-Rez nem foglalkozik vele, de a halott játék kifejezésben én személy szerint nem hiszek, ezt a véleményemet egyéb készülő videóban ki is fogom fejteni, és ha beugrasz a játékba, gyorsan találsz ellenfeleket. Én baromi jól szórakoztam vele, nagyon jó a lövöldözés itt is, annak ellenére, hogy a TPS-eket mondjuk nem szeretem annyira. Sokan mondják, hogy a Fortnite például mennyivel jobb lenne, ha nem lenne benne építkezés, na szerintem valahogy így néz neki a Fortnite játékmenete építkezés nélkül. Ha ez neked szimpatikus, a Rogue Company-nek mindenképp adja egy esélyt. Na és akkor nézzünk valamit, ami jóval közelebb van a Battlefield játék élményhez, bár egy elég sci-fi környezetben. A PlanetSide 2 valójában egy hatalmas MMO világ, ahol egy gigantikus pályán kell különböző pontok fölött átvennünk az irányítást. Gyakorlatilag három nagy ideológiai blokk harcol egy fiktív, távoli bolygó irányításáért, mi ebbe a nagy háromoldalú háborúba csöppenünk bele a sima kis katonaként. Gyakorlatilag itt nincsenek meccsek, a háború folyamatos, amíg vannak fenn emberek. Egy nagy térkép van, kisebb régiókra osztva, amik fölött az egyes csoportok átvehetik az irányítást, és így szép lassan haladhatnak a teljes dominancia felé. Mi ezekbe a folyamatosan zajló ütközetekbe csöppelhetünk be bármikor, amikor kedvünk szottja. Gyakorlatilag itt különböző kasztok közül választunk, és cserélgethetjük őket közben a pálya bizonyos pontjain. Ez határozza meg a fegyverünket, amiket természetesen fejleszthetünk, mindenféle bővítményeket rakhatunk rá, stb. Ezen felül járművek is vannak, amiket meccs közben szerzett pontokért hívhatunk le, ezek mindenféle különböző funkciót töltenek be. Azt hiszem, ennyiből már értitek, miért hasonlítom ezt leginkább a Battlefieldhez. A játék egy nagy, hatalmas, kaotikus csatatér, tág, nyílt mapok, rengeteg játékos. Kezdőként elsőre ki se lehet venni, mi a szar történik épp. Nyilván problémás, hogy én kapásból éjszaka ugrottam le a pályára, aminek köszönhetően még kevesebbet láttam, mint amúgy. A lényeg, hogy abszolút átadja a háború hangulatát, és igazából nem számít olyan sokat, hogy most ez a földön, modern fegyverekkel, vagy az űrben sci-fi fegyverekkel történik, mert ez az egész csak egy jelmez rajta. És igen, mivel nem látom értelmét, hogy a Battle Royale-okat kiadjuk a listáról, bizony most már az ingyenes játék kategóriában kell megemlítenünk a PUBG-t is. Igaz, ez nem annyira a nagyszabású harc játékélményt nyújtja, mint a Battlefield, de azért mégiscsak egy klasszikus az online FPS-ek, TPS-ek közt.
őszinte leszek, amíg a PUBG-ért még ilyen 15 eurókat kértek el, nem tartottam érdekesnek vagy relevánsnak sem, mert nagyjából a monetizáció és minden egyéb szempontjából sokkal inkább egy ingyenes játék szintjén van. Idén januártól pedig az ára is ezt tükrözi, és igen, ingyenesen ugorhatsz be a PUBG-be. Azt hiszem, olyan nagyon nem kell bemutatnom, de azért röviden menjünk bele. Egy nagy Battle Royale élmény, ahol zero felszereléssel leugrasz egy térképre, aztán a földről mindenféle fegyvereket szedsz össze, ahhoz bővítményeket, és a célod, hogy te vagy a te csapatod legyen az utolsó, aki talpon marad a legvégén. Elsősorban inkább a squad game mód miatt rakom rá erre a listára, hiszen az hangulatában akár még emlékeztethet egy Battlefield meccsre is. És igen, tudom, hogy az elején mondtam, hogy nem rakok rá túl népszerű játékokat a listára, a PUBG-t pedig azt hiszem mindenki ismeri legalább névről. Viszont azért raktam ezt ide, mert talán sokan nem tudják, hogy ingyenes lett. Legalábbis amikor múltkor streameltük az ingyenessé válás apropóján, akkor sokan nem tudták, hogy már ingyen lehet beugrani. A másik szempontom, hogy eredetileg a Ring of Elysiumot akartam ide rakni, viszont amióta a PUBG is ingyenes lett, annak még kevesebb értelmét látom. És akkor itt a végén jegyezzünk meg néhány általános dolgot az ingyenes játékokról. Igen, mindegyikben van valamilyen mikrotranszakció. Teljesen ingyen soha nem lesz semmi, és ha egy játék ingyenes, akkor abban is biztos lesz valami, amivel bevételt generálnak a fejlesztők. Legyen szó karakter és fegyverszkinekről, vagy szimplán a progresszió felgyorsításáról, mint mondjuk a Rogue Company-ban. És igen, vélhetőleg csalók is lesznek az ingyenes játékokban, hiszen ha könnyedén lehet új accountot regisztrálni, akkor nem tart sokáig egy ban. Minden esetre én, amikor kipróbáltam ezeket a játékokat, nem feltétlenül találkoztam túl sok csalóval, nyilván akik több száz órát játszottak velük, több tapasztalatuk van ezzel. A lényeg, hogy ez minden ingyenes játékra igaz, és épp te akarsz ingyenes alternatívákat keresni, úgyhogy kénytelen vagy ezzel együtt élni. És nyilván most ide csak az ingyeneseket hoztuk, de azért van még bőven opció a nem ingyenes, de olcsóbb kategóriában, amit lehetne ajánlani. Például a Squad, ami konkrétan egy Battlefield 2 módból nőtte ki magát, az Insurgency Sandstorm, ami megint csak egy realisztikus shooter nagyszabású mapokkal, de akár a Star Wars Battlefront 2-t is ide hozhatnánk, ami megint csak egyszer ingyenes volt az Epicnél. De mondjuk ott épp egy komoly buggal küzd a játék, ami sok meccset játszhatatlanná tesz. Szóval egy szó mint száz, nem kell aggódnod, ha a Battlefield 2042 nem váltotta be a reményeidet, van azért mivel játszani, és nem feltétlenül kell FPS-ek helyett olyan hadijármű szimulátorokat választanod, mint mondjuk a World of Warships vagy a War Thunder. Ti mit gondoltok ezekről a játékokról? Ismertétek őket, vagy van, amit most hallottatok először? Szerintetek ezek jó alternatíva a Battlefield 2042-ben csalódott játékosoknak, vagy ti valami mást ajánlanátok? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ehhez linket találtok a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Az Unibet logójára kattintva pedig ellátogathattuk a Lead YouTube támogatója az Unibet csatornájára is, ahol további sportos tartalmakat találtok. Várunk legközelebb is! We'll be right back.